A legmagasabb 5-ös szintre emelte a terrorkészültséget a svéd kormány a korán égetések után érkezett fenyegetések miatt. Ulf Kristersson miniszterelnök arról számolt be, hogy a libanoni Hezbollah után már a szomáliai Al-Shabaab és az Al-Qaida is megtorlásra szólította fel híveit. Az utóbbi hetekben pedig a svéd titkosszolgálatok több terrortámadást is megakadályoztak. Megértem, hogy a svédek többsége most aggódik a megemelt terrorkészültség miatt, de én is azt üzenem, mint a rendőrség, mindenki élje a megszokott életét. Meg fogjuk védeni a nyitott társadalmunkat mindenkitől, aki veszélyt jelent rá. Kiállunk a demokratikus értékeink mellett, de vigyázunk magunkra. Ragaszkodunk az eddigi életvitelünkhöz, de megvédjük magunkat, üzente a miniszterelnök. A svéd kormány a héten kétszer is fokozta a biztonsági készültséget és szigorította a határellenőrzést. Svédország a világ egyik legliberálisabb országa, ahol régóta engedélyezik a vallások éles kritikáját. A muszlimok azonban súlyos büntetést érdemlő bűncselekménynek tekintik a Korán meggyalázását, amelyet ők Isten szó szerinti szavának tekintenek.